Üres a színházterem, az épület és üresek a folyosók. A Váci Mihály Kulturális Központban nagy gondot fordítanak a gyakori fertőtlenítésre, a járványügyi intézkedéseket szigorúan betartják és betartatják az agórában. Az épületbe lépéskor kötelező a kézfertőtlenítés és a szájmaszk viselése, amire minden folyosón felhívják a figyelmet. Az intézményben ugyan szeptember elején az ásványbőrzét még meg tudták tartani, de a pandémiás helyzet miatt a Váci Mihály Kulturális Központ vezetése több előadást is más időpontra halaszt. Úgy döntöttünk egyeztetve fenntartóval, hogy a nagyobb látogató számot vonzó rendezvényeinket elhalasztjuk, tehát nem elmaradnak, hanem amikor a pandémiás helyzet enyhül, akkor ezeket a rendezvényeket szeretnénk megtartani. A idejáró közösségeink, és ebbe természetesen beleértem a tagintézményeinket is, nagyon szigorúan a szabályok betartásával jöhetnek, tehát maximum fele lehet, mint a befogadó képesség, tartani kell a 1,5 méteres távolságot, mindenhova kihelyeztünk kézfertőtlenítőt, a mosdók fel vannak szerelve fertőtlenítőszerekkel, úgyhogy úgy gondolom, csak abban az esetben működhetnek ezek a közösségek is, hogyha minden szabályt be tudnak tartani. A szeptemberi és októberi hónapra tervezett előadások közül többek között a Halász Judit koncertet, a Tracs Dr. Zahér Gáborral és a Különterem című vígjátékot már biztos, hogy későbbi időpontban tartják meg. A már megvásárolt jegyek ezekre az előadásokra automatikusan érvényesek lesznek. Mészáros Szilárd hozzátette, a jogszabályok betartása mellett a Váci Mihály Kulturális Központban, illetve a tagi intézményeiben még megtartják a külön foglalkozásokat, és továbbra is azt kérik a látogatóktól, hogy viseljenek szájmaszkot és használják a kihelyezett kézfertőtlenítőket.